A női kosárlabda Európa Kupa csoportkör egyik különlegességét a vírushelyzet okozta korlátozás adja. Az A-csoport találkozóit ugyanis buborékban rendezik, vagyis a Győrbe érkezéskor minden csapat elfoglalja a szálláshelyét, és onnan már csak az edzések és a meccsek helyszínéül szolgáló egyetemi csarnok között ingázik majd. Azért is voltam én aktív részese és élharcos annak, hogy ez a rendezvény megvalósuljon és itt legyen, hiszen amikor ennek vége lesz, akkor a Szekszár és a Győr csapatával 9 játékos a válogatott edzőtáborba fog bevonulni, hiszen 10 napra rá, és nem akarok túlozni, a tényleg sorsdöntő Európa-bajnok is rejtezőt játszunk Szlovákiába a szlovákokkal. Az a mérkőzés dönthet arról, hogy a nyári Európa-bajnokság Európa-nőkön ott lesz a női válogatottunk, vagy nem lesz ott. És nem mindegy, hogy külföldről kell hazatérni a mostani azért nem túl stabil légiközlekedés mellett és fáradtan, vagy azért egy ellenőrzött hazai környezetből tudnak a játékosok csatlakozni a válogatotthoz. Az esemény sajtótájékoztatóján Füzi András, a Győri klub elnöke elmondta, komoly szervező munka van a hátuk mögött, sokat segített nekik, hogy a soproniak már az Euroligában szerveztek ilyen buborékos tornát, az ottani tapasztalatokat is át tudták ültetni. Emellett a város végig partner volt, minden támogatást megadott a szervezéshez. Bár Győr eléggé edzett és bejáratott a sportrendezvények megszervezésében, megtartásában, azért ez sokkal bonyolultabb feladat most ebben a covidos időszakban, hogy ezt meg tudjuk tartani. Úgyhogy köszönöm szépen az együttműködést ebben, és bízom benne, hogy ez a rendezvény jól fog sikerülni. Hiszen a győri csapaton kívül vendégül látunk még egy csapatot hazánkból, ugye a Szekszár csapata lesz jelen, illetve török és ukrán élcsapatot fogunk itt vendégül látni, úgyhogy bízom benne, hogy jól fogják magukat érezni. Noha természetesen elég szigorú szabályok vannak, tehát most minden nem áll rendelkezésre, mint egy normál élet esetében. De örülök, hogy egyáltalán ezt meg tudjuk tartani. Az is nagyon fontos, noha a nézők nem tudnak részt venni ugye a rendezvényen, viszont ez az újfajta dologra én is erre az applikációra kíváncsi vagyok, hogy hogy fog működni, hiszen virtuálisan nagyon fontos, hogy jelen legyünk és alkalmazkodjunk ez a időszakhoz minél több kreatív új módszerre, illetve nagyon fontos, hogy a Digisport pedig közvetíteni fogja az eseményt, tehát tévén keresztül be lehet csatlakozni és szurkolni a csapatoknak. Az esemény során Magyarországon először alkalmaznak majd levegőfürdetőt. Ez az eszköz a mérkőzések helyszínéül szolgáló egyetemi csarnok öltözőit, valamint a szálloda étkezőit és közösen használt helyiségeit fertőtleníti. A nézők pedig egy különleges telefonos alkalmazáson keresztül biztathatják a csapatokat. A nyitó meccset január 19-én kedden 17 órakor a házigazda Győr játssza majd török ellenfelével. Egy nap szünet után csütörtökön és pénteken is zárt kapuk mögött 17 órakor és 20 óra 30 perckor rendezik a meccseket. Ezeket a Digisport élőben közvetíti. A csoportból az első 2 helyezett jut a legjobb 16 közé, a 8-döntőket és a 4-döntőket is buborékban játsszák majd le, március 16-a és 18-a között.